A szénmonoxid mérgezés, a lakás és kémény tüzek megelőzhetők. Többek között ezekre is szeretné felhívni a figyelmet a megyei katasztrófa védelem legújabb kampányával. Az előadás sorozat egyik állomásán a Kőkuti Általános Iskolában is felhívták a gyerekek figyelmét azokra a problémákra, amelyek akár tragédiákhoz is vezethetnek. A Gyűjtse, ne gyújtsa nevű program keretén belül a diákoknak tartunk előadásokat az iskolákban. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a célközönséget, hiszen ebben a korban még ők nagyon fogékonyak ezeknek a szabályoknak a megismerésére, elsajátítására. Ők még ebben a korban sokkal kíváncsiabbak, sokkal érdeklődőbbek, és azt gondoljuk, hogy a kampányunk náluk éri leghamarabb el a célját. A kampányunk gyakorlatilag arról szól, hogy a tüzelésnek a kultúrája az kicsit, hogy mondjam, eltűnőben látszik, és az utóbbi időben nagyon sok baleset történt, utóbbi időszakokban, években is akár, nagyon sok tűzeset történt, nagyon sok a szénmonoxid mérgezés száma is ugye azért láthatóan jelen van folyamatosan, hol több, hol kevesebb, és ezeket szeretnénk megelőzni, akár sokban szénmonoxid mérgezések azok visszaszoruljanak, akár szénmonoxid érzékelő, füstérzékelőnek az alkalmazásával, tehát mindenképpen a biztonságra törekedve, illetve a szabadtéri tüzesek számát is szeretnénk ezzel csökkenteni. Sok esetben ugye a hulladéknak az elszállítása is lehet ugye spórolni az ember, hogyha esetleg nem szállítatja, vagy bármilyen más probléma merül fel a hulladékszállítással összefüggésbe, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább elégessük. Ugye sok esetben azért, mert jól ég, magas a kalóriatartalma, akár egy gumiabroncsot, hogyha betesznek a kazánba. Akkor a kazán is tönkre mehet, ugye, és nagyon sok balesetet is tud okozni, kéménytüzet is tud okozni, hogyha nem megfelelő anyaggal égetnek. A katasztrófavédelem programja a Kőkuti iskola profiljához tökéletesen passzol. Nálunk a szelektív hulladékgyűjtés az iskola hétköznapjaihoz tartozik. Külön gyűjtünk papírhulladékot, műanyag hulladékot, pillepalackokat, illetve veszélyes hulladékként száraz elemeket is. Úgyhogy a katasztrófa védelemnek ez a fajta megközelítése, ami ugye a hulladékok megfelelő kezelését és nem elégetését célozza meg, kiegészíti a mi eddig folytatott pedagógiai, ezen a téren folytatott pedagógiai tevékenységünket. A nevelés az mindenképpen szükséges, de partnerek a gyerekek, azt veszük észre, ugye ők vannak megbízva gyakorlatilag a szelektíven gyűjtött hulladék további összegyűjtésével és a szelektív tárolókba való elhelyezésével, és ezt hibátlanul végzik ezt a munkájukat. A Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelem a lehető legtöbb oktatási intézménybe szeretné eljutatni kampányát a jövőben.